Mi a lelátóról nagyjából olyan meccset kaptunk, amit vártunk egy Paks Újpesttől, hogy a nyílt találkozó sok helyzettel. Mesélj, ez nektek belülről milyen volt? Úgy gondolom, hogy az első fél időben jobban játszott a csapat, mint a másodikban. Ott 1-0 után nem nagyon éreztem, hogy az Újpestben akkor pont benne volt az egyenlítés. Sajnos rosszkor kaptuk a gólt, nem bírtuk kihúzni a szünetig. A másik fél idő, meg hát ott sajnos amilyen gólokat kaptunk, az elkerülhető lett volna, hogy így szépen fogalmazzak. Tehát a végén már nagyon kinyíltunk, az Újpest még rúgatott volna gólt. Sajnálom, mert ilyen helyzetekben általában többször volt már, hogy vissza tudtunk jönni. Most azt éreztem a csapaton, hogy kicsit hitehagyottá vált. Megyünk tovább. Az MTK ellen jövő héten egy nagyon fontos meccs van, szeretnénk feljebb kapaszkodni a tabellán, és hát utána kedden megjön a kupa elődöntő, ami egy teljesen más meccs lesz, mint a mai. Mondhatjuk, hogy egy kisebb gödörbe vagytok most, és gondolok itt akár arra, hogy ugye eddig rengeteg gólt szereztetek, most pedig az elmúlt 4 meccsen 2-t, azt a 2-t is 11-esből. Igen, mondhatjuk, 4 meccs alatt 3-szor kikaptunk, egyszer x-eltünk, általában minden csapat belekerül egy ilyen periódusba, itt az a lényeg, hogy mikor tudunk ebből kilábalni, és jövő héten már szeretnénk ebből kijönni. Igen, ugye utaltál te is arra, hogy itt mindjárt lesz egy visszavágó és a kupa meccs, az mennyiben lehet más, mint ez a mai volt? Az teljesen más mérkőzés lesz. Volt már szerencsém kupa elődöntőt játszani, ott egy alacsonyabb osztályú csapat ellen is meg kell szenvedni. Ott úgy gondolom, hogy nem lesz a meccsnek esélyes, 50-50%-ot adok, ő azt fog nyerni, aki kevesebbet hibázik. És mit gondolsz, a negyedik helyről elérhető-e még azok után, hogy most kikaptatok, és talán helyet is cseréltetek az Újpesttel? Persze, elérhető. Most nehéz erről beszélni a negyedik helyről, amikor egy ilyen szériában vagyunk. Először magunkra kell figyelni és a következő meccset megnyerni, abból kell egy kicsit táplálkozni, mert most tényleg mentálisan egy kicsit mélyen van a csapat, de természetesen hát 6 meccs van hátra, 4 pontra vagyunk a negyedik helytől, minden elképzelhető. Neked egyébként még jelentett bármilyen különlegességet ez a meccs, amiatt, hogy az Újpest ellen játszottatok? Persze, hogy jelentett, tehát gyerekkorom óta újpesti vagyok, Újpest szurkoló, megfordultam a klubban is, mindig sokat jelent nekem az Újpest ellen játszani, de ilyenkor ezekre a meccsekre természetesen félreteszem az érzelmeimet, és a kedden a kupa elődöntőbe is szeretnénk tovább jutni. Mi lehet a recept, amit mondtál arra, hogy mentálisan tényleg túllépjetek ezen a kis megtorpanáson? Hát egyszerű a képlet, mert szerintem az első fél időben is nagyon sok lehetőségünk volt, és nem volt sok helyzetünk, de sok olyan szituáció volt, amiből helyzet lehetett volna, hogyha jól döntünk. Kicsit a fejekbe kell frissülni, és jobb megoldásokat alkalmazni, és akkor jönnek majd a helyzetek is, és ezáltal a gólok is.